Itt a nyár, a nyárban pedig nagyon sok minden jó dolog van. Egyrészt jó idő van, másrészt sokkal több a szabad ideje az embernek. Harmadrészt pedig rengeteg olyan zöldség és gyümölcs jelenik meg, amelyek jótékonyan befolyásolják az egészségünket. A nyarat megfelelően kihasználjuk, és a megfelelő zöldségeket és idén gyűlt zöldségeket és gyümölcsöket elfogyasztjuk, akkor jelentős gyulladáscsökkentő hatást tudunk ezzel elérni. Talán a világ legfinomabb dinnyei, tehát piros dinnyei Magyarországon teremnek. Ezt ki kell használni, a dinnyében a legmagasabb mennyiségű az apigenin, és az apigeninnél talán nem találtak más olyan flavonoidot, aminek olyan jelentős rákellenes áttérgátló hatása lenne, mint az apigeninnek, ami legnagyobb mennyiségben a piros dinnyében, de jelentős mennyiségben van a sárga dinnyében, illetve a zellerben is. És éppen emiatt a piros dinnye a közhiedelemmel ellentétben rendkívül egészséges gyümölcs. Hát sajnos a nyárnak az áldott hatásai mellett azért vannak negatív hatásai is, hiszen ugye a napsugárzás egyre vészesebben erősebb. A napsugárzásnak vannak olyan frekvenciatartományai, amik rendkívül károsak az emberi egészségre, a bőrfelületre, ezért nem szabad 9-10 órától 3-4 óráig a közvetlenül a napfényen hosszabb ideig tartózkodni, hiszen az károsíthatja a bőrfelületünket, gyengítheti a bőr immunrendszerét és akár rossz indulatú elváltozásokat indíthat el. Különösen kisgyermekekre veszélyes, ha a kisgyermekek leégnek, akkor felnőtt korukra akár tízszeresére is nőhet a rák valószínűség a bőrfelületen. Hogyha velünk maradnak, akkor megtudhatják, hogy milyen káros hatásai vannak a klímaváltozásnak.